Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. az MD Média multidéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban, ez itt a Retrozabálok hetedik része, a mikrofonnál Gizur Gergő, és kezdjük rögtön egy kis reklámmal, a műsoraink támogatója, remélhetőleg ti vagytok, kedves hallgatók, ha szeretnétek, illetve lehetőségetek van rá, akkor a patreon.com per Parallaxis oldalon megtehetitek, hogy hozzájárultok műsoraink elkészüléséhez, illetve exkluzív, továbbá premier előtti tartalmakhoz is hozzájuthattok. No de... Először is szeretném üdvözölni két beszélgető társamat. Elsőként köszöntöm Farkas Katalin Milát. Szia, Mila! Sziasztok! És persze itt van velünk Magyarosi István. Szia, István! Sziasztok! Példaképek, sztárok, illetve bálványok a 90-es években. Mennyire volt alapvetően szerintetek jellemző akkoriban ez a bálványozás, meg ezek a példaképek, illetve nektek volt ezt, mert nyilván szétszedhetjük, csak hogy nem tudom, mert ugye ma is nagyon vannak ilyenek, hogy embereket bálványozok, hogy ez akkoriban is azért ez működött szerintetek? Szerintem abszolút egyébként. Ez jellemző volt azért, mégiscsak a, a televízióban szereplő karaktereket próbálták azért olyanná alakítani, hogy, hogy, tehát, hogy az embereknek legyen valami bálványa, és szerintem abszolút használták ezeket a jellemeket, akcióhősöket például. Akcióhősök oké, okay, de mondjuk úgymond regulált, a sima emberek. Már hogy uh, ugye a hétköznapokban? Igen, igen, tehát sztárokat például, ugye, mert ugye a báványozást, azt, 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 sokkal inkább úgy tudnánk elképzelni esetleg, hogy mondjuk akár egy élő embert, színész, zenészt, mit tudom én, ma már ugye influencert, mit tudom én. Tehát nem szupermerre gondolok, mondjuk. <laughs> Igen, igen, tudom, hogy nem, nem feltétlenül a szuperhősökre. Pedig mond. nála jobb példaképet. Érted, így hogy... van, így van. Hát azért az szerintem több száz éve jellemző az emberekre, hogy szeretünk idealizálni embereket, és például színészeket, táncosokat, zeneművészeket szeretünk idealizálni, és felkapottá válnak, bekerülnek az újságba, mindenféle történeteket találnak ki róluk, amik nem is igaz, és azok a mai napig keringenek így a köztudatban, és lesznek ilyen urban legendek a, különböző történelmi alakjainkról, szóval ez már azért már nagyon-nagyon régóta jelen van az emberek életében, és szerintem igényünk is van rá, úgyhogy mindig voltak és lesznek is idealizált Hát jó, csak nem ilyen, emberek. nem ilyen szinten, hogy, hogy azt a ruhát akarjuk hordani, amit az általunk követett, kedvelt, pálványozott ember hord, vagy azt a parfümöt fújom magamra, vagy éppen azt a kaját akarom menni vagy azt a diétát akarom folytatni, azért ennyire legalábbis nekem nem rémlik, hogy, hogy lett volna jellemző a 90-es években. Biztos, hogy volt akkor is. Ma sokkal erősebben, valószínű volt akkor is ilyen ember, akit, akit, kvázi influencerként lehetett volna definiálni, csak szerintem kevesebb volt. Most azért ebből sokkal több van, mint akkoriban. Inkább azt mondanám, hogy biztos voltak bálványok. Várj, vagy csak bedobtál egy érdekeset, és utána folytatjuk ezt a vonalat, csak hogy szerinted, tehát erről mondtad, hogy akkor kevesebb volt influencer, tehát te tudsz mondani úgy valakit, aki hogy eszedbe jut, aki most nem neked, hanem úgy, ám, úgy, általában, tehát hogy mert ugye ma már tudjuk, hogy mi az influencer, van belőle dögivel, de hogy azt mondtad, hogy akkor kevesebb volt. Volt, Tudsz esetleg konkrétat mondani? Nem, nem, rossz a memóriám, öreg vagyok. Nem tudnék így túl sok konkrétat mondani. Szerintem meghatározók voltak azok az emberek, akik a médiában akkor szerepeltek, sokkal erősebb volt. Hát az, aki valaki a tévében ott volt, azért odafigyeltek rá, nem tudom, teszem azt mondjuk a sportriporterek között, Knézi Jenő nagyon meghatározó volt, ahogy beszélt, amiket mondott, ahogy hozzáállt mondjuk dolgokhoz, de akár a, és nem tudom, kit mondja Antal Imre, amikor humorról volt szó, vagy a műsorai, tehát hogy nem azt mondjuk bálványozták, de, de valamilyen szinten volt, vagy éppen Vágó Istvánnak a műsorai, meg a hozzáállása a kultúrához, vagy a tudáshoz, azért valamilyen szinten meghatározó volt. Nem minden, tehát nem mindenki járt ugyanolyan öltönybe, mint ő, vagy nem azt lesték, hogy éppen mit teszik. Tehát nem volt ennyi, azért mondom, nem volt így eltúlozza, mint manapság ez az influencerkedés, de hogy, hogy igenis számítottak nem voltak ennyien, nem mindenhonnan ők folytak, tehát nem lehetett azt mondani, mindig szembe jöttek veled, de amikor leültél a tévé elé, ha ő ott volt, azért odafigyeltél a szavára arra, amit mond, vagy arra, amit gondol a világról. Tehát akkor ez sokkal inkább akkor egy ilyen indirektebb influencerkedés volt, ugye nem az, mint ma, hogy ki, mi van a táskában, és akkor meglátom ott a nem tudom milyen körömlakot, és akkor nekem is az fog kelleni, hanem ez csak egy ilyen indirekt, aztán vagy működött, vagy nem, vagy volt egyáltalán, vagy nem, mert lehet, hogy nem is volt mögötte esetleg szándéka, mondjuk akár Antal Imrének, hogy ugyanazt a márkájú öltönyt vett föl, mint ő, de mondjuk lehet, hogy véletlenül követted. De ezt, ezt, jelenteni, nem az influence, tehát az befolyásolást jelent, nem feltétlen azt, hogy, hogy el akarok neked adni valamit, hanem, hanem valamilyen szinten akarom befolyásolni azoknak a, a gondolkodását, szemléletmódját, világképét, akik meghallgatnak engem. Tehát nekem ezt jelenti a legmélyebb réteg az influencerkedésnek. Most ez persze elment abba az irányba, hogy ahol csak lehet eladunk érte. Tehát vagy fizesetek azért, hogy, hogy, én ezt csinálom, simán, twitch mondjuk, vagy egyszerűen vegyétek meg, mert, mert, mert a szponzorom ezt mondta. Tehát most nagyon le, ilyen kétbitesre váltott ez az influencerkedés. Régen azért ennél több volt gondolatokkal akartál, tehát tényleg gondolatot, gondolat, azt éreztem legalábbis, hogy ezek az emberek valamilyen szinten gondolatot próbálnak átvinni. Nem csak egyszerű, vedd meg, mert én is ezt veszem. De lehet, hogy rosszul érzékelem, vagy rosszul emlékezem, vagy rosszul gondolom. Nekem ezt jelentette akkoriban, és egy sztár is azért próbáltuk, vagy legalábbis én nem tudtam, nem voltam jó ebben a példaképek követése, vagy sztárok követése, de ha követtem, vagy példaképként tekintettem rá, akkor a cselekvése is, meg a gondolkodása, meg amit mond, az alapján döntöttem, és nem azt, hogy akkor most éppen melyik rúst, vagy focilabdát, vagy, vagy jackit, vagy tudom is én, melyik medenceparton villantott egyet, vagy milyen, milyen sportkocsi mellett állt. Tehát az, az nem, nekem nem ezt jelentette akkor se, meg most se ezt jelenteni a példakép. Biztos mások másképp gondolják. Nem, a példakép nekem se az alapján alakult ki, hogy most hogy valakire, valaki felkapott személyiség volt, mindegy, hogy miért, és akkor azt elkezdtem leutánozni, hogy ugyanazt a nem tudom, cipőt hordom, vagy ugyanazt a parfümöt, amit te is mondtál, vagy bármi, vagy a hajamat úgy hordom. Nekem sem jelentett ezt soha, de tény, hogy, hogy az emberek szeretik követni a példaképüknek a, a, szokásait. Úgy érzik, hogy attól ők is jobbá válnak, talán egy kicsit tudnak vele azonosulni, így kicsit nem csak a, nem csak a tulajdonságait tudják így magukra ölteni, hanem, hanem az öltözékét, meg mindenféle egyéb külsőségeket, és így könnyebb. Olyan, mint a szerepbe kerülnél egy kicsit, azt hiszem, szeretne mindenki kicsit más lenni néha, jó lesne, nem? Tehát, hogy így nem mindig önmagad lenni, és főleg, amikor az ember még gyerek, és még keresi önmagát, akkor mindig keresed azt, hogy valójában te milyen típusú ember vagy, és, és milyen, milyen tulajdonságaid vannak, mibe vagy erős, mibe vagy gyenge, és akkor igazából próbálgatod ezeket a szerepeket úgymond még fiatalon, és éppen erre teljesen jók ezek a, ezek a, személyek, akikre felnézel, és azzal, hogy, hogy kicsit utánzod őket, ezzel kipróbálod az ő szerepüket, hogy az neked tetszik -e, és önazonos vagy-e benne. Szerintem ez történik. Teszem fel a kérdést rögtön, hogy nektek mondjuk, akkor neked Mila mondjuk volt-e a te gyerekkorodban, vagy fiatalkorodban, hogy ezt nevezd, ahogy szeretnéd, mi is, hogy tehát hogy akkor hogy álltál te ezekkel a, a báványokkal, ikonokkal? Volt-e ilyen, akire bármilyen módon felnéztél, Hát én nagyon kisgyerek voltam, ugye ezt sokszor beszéltük már, hogy ez már ilyen visszatérő elem. Nekem nyilván, nyilván inkább ilyen filmes vagy, vagy, vagy mesebeli hősök voltak a, a, a főbb szereplők az életemben, akikre így fel tudtam nézni. Gyerekként az embernek azért nincs, ennyire kisgyerekként még nincs annyi kontaktja, mint mondjuk már ilyen tizen kistiniként vagy, vagy idősebb tinédzserként, akkor már könnyebb ezeket így kiválogatni felnőtt létező emberekből. Kislányként nekem hát tudjátok, ilyen, én ilyen idealizált történeteken nőttem még fel, úgyhogy nekem is az ilyen, mint a Zorro története, én nagyon szerettem az ilyen, ilyen sötét lovagos karaktereket, akik éjszaka jót tesznek nappal, meg valami álcába bújnak, vagy szerettem a, 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 a nő, az erős női karaktereket, amiből, hát az jellemzően a 90-es években kezdtek el jobban főbb szerepeket kapni az erős női jellemek. Ne finom, hogy mondj konkrétumot is, ha van, tehát az Zorro, mert ezek az Zorro akkor... Ő pont egy férfi, igen. <laughs> pont egy férfi karakter. Akkoriban kezdtek el ilyen sorozatokat gyártani, mint a Xena, vagy mondjuk a erekék fosztogatói nagyon sok rajzfilm is akkor kezdett el női főhősökkel dolgozni, például a, a animék közül én a nagyon szerettem, ezt már biztos mondtam. Többször is nyilván most miért nem hoznám be, hogyha egyszer egy nagyon meghatározó dolog volt gyerekként, hogy egy erős női harcos karakter az, az ott van a szereplők között. Én például nem voltam, nem voltam nagy Star Wars ajongó, pedig biztos, hogyha láttam volna gyerekként kicsiként, mert én nem láttam még. 15 év alatt a, a, a Star Wars szerintem, csak utána akkor lejárt biztos, biztos ilyen favori, favorizált karakter lett volna a számomra. Nagyon szerettem még akár a mellékszereplőket is, hogyha erősek voltak. Kifejezetten szerettem, hogyha valaki erős jellem. És ez most egyébként mindegy volt, hogy nő vagy férfi, de én azokat mindig így követtem. Ezek szerepek voltak, ugye, amiket elmondtál mint, Tehát, hogy nem volt olyan, hogy, hogy egy, egy, egy úgymond húsvérember, aki hát fogjuk rá, hogy önmaga, tehát bárki biztos, hogy már, már azért emlegettem, például én nagy vadon rajongó voltam, nekem az, az, a karakter, amit ott a színésznő hozott, az nagyon bejött, és emiatt a színésznőt is nagyon kedveltem. Én például biztos, hogy ezt nem említettem a gyűjtői kategóriában, mert nem azt szerintem, de én nagyon sok újság, újságcikket is kivágtam akkoriban a színésznőről. Ez ugye Natália Oreiro, vagy... ugye? Igen, igen, igen. Ő nagyon-nagyon jó énekesnő volt egyébként, miközben mellette még talán kicsit modálkedett is. Úgy, nem hogy ő, csúnya, én... ez, ez Nem, az. nem. És most is tök jól néz ki egyébként, baromi jól tartja magát. ez hogy iszonyatosan dögös még most is az a nő. Én tökre irigylem, bár, bár ilyen jól néznék ki. Most, mint ő, ahány éves, pedig idősebb nálam jóval. De nagyon, nagyon szimpatikus volt a jelleme, hogy megnyilvánul, ahogy tud kommunikálni a körülötte lévő emberekkel a legtöbb interjújában nagyon közvetlen és, és jó humorú nőnek ismertem meg, úgyhogy én őt nagyon kedveltem pont emiatt, mert nem csak a szerepe volt nagyon vagány, de úgy magában így és személyisileg is nagyon nőjes és szimpatikus nő. Én kicsit olyan kicsit olyan test, idősebb testvér, ilyen lány testvér is, meg olyan anyukának is tökéletes lenne, és nekem nincsen testvérem, szóval nekem az is nagy, nagy szívfajdalmam volt, hogy soha nem volt egy velem, egy kb. velem egy idős tesó aki ilyen pár évvel fiatalabb vagy idősebb nálam, szóval ez nekem szintén kimaradt az életemből. És akkor most fordulok a mi kedvenc szívtelen Istvánunkhoz, akiről most megtudjuk, hogy vajon, azt a tudjuk, hogy gyűjteni nem gyűjtött semmit, őt nem érdekelte semmi, na de hogy álltál te ezekkel a kérdésekkel, István? <laughs> Ahogy ezt már itt beszéltük még műsor előtt is, hogy nem igazán voltam ebben sem a toppon, tehát nem voltam ez a, ez a nagy rajongó, tehát nem tudtam úgy, úgy igazán rajongani senkiért és semmiért volt zenei rajongás is bennem, de, de ez is egészen odáig fajult el, hogy, hogy egész 18 éves koromig az kettő darab koncertre mentem el olyan zenekarnak, amit úgy, úgy tetszett is. Úgyhogy az egyik a, az egyik, egyiknél kellett még utazni, és másik városba, tehát ott hajlandó voltam felülni a vonatra, és elmenni másik városba, hogy megnézzem őket, de azon kívül semmi, tehát hogy meghallgattam meg minden, és, de nem tudtam olyan szintre eljutni, hogy hú, kívülről ismerjem a szövegeiket, meg tudom is én az összes dalukat ismerjem a megjelenéstől, meg voltak a kedvencek, amit szerettem, aztán annyit tehát hogy nem lett belőle egy nagy rajongás, ami így most pont eszembe jut, és meg akartam kérdezni mi látszani, nem akartam belevágni a, a, szavába, amikor mondta, hogy nem volt ez a, az a fajta rajongó, aki azt szerint öltözik, vagy azt szerint csinálja meg a haját, meg ilyenek. Neked téged nem kapott el ez a jó barátok, és a, olyan hajat akarok, mint Rachelnek van? Ez hogy... nagyon vicces. Azért az igazság, hogy én a jó barátokat először szerintem 6-7 éve láttam. Tehát, hogy így én sosem néztem a sorozatot, mikor fiatal voltam. És valami azért a létezéséről neki... tudtál, ugye? Persze, persze tudtam, de nekem így összefolyt az összes ilyen nagyon hosszú és Mit egy Dorancsvidék, meg hasonló sorozatokkal meg nem tudtam mondani. Én Night rider néztem, meg ilyen, meg ilyen pasis sorozatokat. Meg nem tudom, tehát hogy nem ilyen. Hát ennek is a fele pasis. Tudom, tehát... hogy amúgy ez a sitcom, tehát hogy ez nem ugyanaz a szint, tehát nyilván nem. nem a... De igen, tehát hogy a fele pasír, fele nő. Pont, hogy Rachel is nekem teljesen, és hát egyébként nekem így felnőttként. Tehát nyilván felnőttként másképp látom őt, meg a karaktereket, mint, mint ahogy gyerekként láttam volna. Úgyhogy ezt már nem tudom sosem megmondani, hogy uh -huh. lett volna. Na, ők például nálam egy, volt egy, de nem, nem egy emberként voltak, szerintem volna egy olyan baráti társaságot, mint nekik volt. Tehát, hogy ezt, de ezt már főleg a, a... én 99-ben addigra már egyetemre jártam, tehát úgy voltam vele, hogy nagyon jó lett volna egy ilyen, egy ilyen típusú baráti társaság, akármennyire belterjes, meg beteg, meg, meg, meg no, nem normális, már 30 évesen is legalábbis szerintem most ezért majd jól megdobálnak, meggyűlölnek a 30 évesek, de nem, nem normális 30 évesen is ezt csinálni, hogy együtt lakunk a, a, a szobatársunkkal tizen hány évvel ez egyetemtől kezdve, és nincs egy egészséges párkapcsolatunk, de ennek ellenére, mint baráti kapcsolatok, meg baráti társaság, akármennyire, elfusaráltak, meg toxikusak voltak, én nagyon élveztem őket, és arra úgy vágytam. Tehát, hogy ilyen, így felnéztem, hogy de jó lenne egy ilyen típusú, tudom is én barátság, mint ott volt Chandler és Joey között, vagy egy olyan típusú, amit az nekem, tehát ez, ez ilyen szempontból volt, mű, meg amerikai, meg, meg fake az egész, de attól függetlenül az úgy, az úgy jól esett akkor nézni őket. Hogy akkor a milliót itt ez ezt az alapkoncepciót, hogy van tényleg egy ilyen összetartó baráti társaság. Sose kell dolgozni járjanak ellenben, mindig, mindig, mindig <laughs> jól el vannak. Tehát, hogy, hogy minden délután együtt vannak, minden este együtt vannak, hogy ha nem is egy házba laknak, nem tudtuk sose, hogy a másik ezé, éppen merre lakik rossz, vagy merre van éppen a Fibinek a lakása, de mindig volt idejük ott bandázni, ugyanabban a két lakásban, meg a lent a kávézó, én rohadtul irigyeltem őket. Tehát, hogy erre felnéztem, hogy micsoda egy élet. Én ugyanígy voltam egyébként a francia sorozattal, az első csókkal, abban is ez van, hogy lógnak egy kávézóban tizenévesen, és hú, én arra én is nagyon vágytam, hogy, hogy a barátaimmal minden délután beül kávézni, meg Girard úr. Úristen, már nem is emlékeztem a nevére, de köszönöm, hogy. <laughs> Igen, szóval ezekre én is nagyon vágytam. Én nekem ez volt akkor a jó barátok ezek szerint. Azt az ideális gyakorlatilag, hogy mondta az Isten, ezt a fék Amerikát mutatta be például akkor mondjuk a kaliforniai álom, meg volt. Igen. Vagy a, mondjuk a Parker Louis sohasem veszít nek az eleje, ha még az első néhány évad a... láttam. <laughs> <laughs> nagyon halványan van. Mila meg. néha úgy érzem, hogy egy kő alatt élte. <laughs> igen, néha igen. Nem, nem. De valahol Miklós köve mellett. <laughs> igen, oda, oda be és akkor nem jól vagyok. Én is igyekszem, én sok, sok mindent igyekszem, egyiket igy igy igyekeztem azért kizárni, hogy ne, tehát hogy mondjuk én például a, a jó barátok, tehát én még egy részt nem láttam jó barátokból konkrétan. Tudom, hogy van, Na, meg nagyon de én, én egy részt nem láttam, láttam belőle, tehát nekem. <laughs> igen, én is azt gondolom, nem tudom, hogy büszke legyek-e rá vagy sem. <laughs> ez nehéz megmondani, szerintem ez nem ettől függ, de az biztos. mindannyian valószínűleg egy kicsit egy kő alatt élünk. Igen, igen hogy nem is tudnék buboréka. már mindent Mindenkinek kébertni. megvan a saját Igen, kicsi buboréka. Igen, a, mint a bizipóknak. Inkább úgy mondanám. Jó, ja, ja. de ha már itt és vissza, vissza, még egyet gyorsan, akkor reflektálok még ilyen példaképek, vagy így, hogy így gondolkodtunk. Na nem is rajong vagy példaképek voltak, de azért tudtam én is szeretni ezeket a kvázi 90-es évek macsósnak nevezhető pasi a sijai, de ott is a, a, a színészek is bejöttek át, vagy meg a filmek is, mint amilyen volt a David Hasselhoff-a, Night a Knight Riderével, meg a, a Baywatch-ával. De hogy nekem nagy kedvenc volt, és szerintem az még abban a, abban a periódusban futott a Magnum, tehát hogy Tom Szeleknek a, az, a, az az életmód is, az nagyon bejött, sportkocsi, kigombolt, ing, egész nap sortban rohangálni havajon tehát hogy ez, ez, valami, valami olyan volt, amit úgy, úgy, nagyon, tudtam, nagyon tudtam szeretni, meg nekem Bruce Willis volt még akkor egy olyan nagyon, nagyon kedvelt uh, színészem, akit úgy, az úgy, úgy, tetszett a karakterek, amiket eljátszott, tehát körülbelül ez volt. Nem mint ember, nem, nem próbáltam út, nekem soha nem volt meg ez a tehát ilyen szintű rajongás színészek iránt, hogy én elkezdjem a magánéletét követni, tudni róla, hogy akkor most kivel van, kivel nincs, hol nőtt fel, hol született, mióta színészkedik, milyen iskolába járt, tehát hogy nem tudtam elmenni ilyen szintű végletekbe, de, de tudtam szeretni a filmjeiket nagyon a, követni, bárhol megjelentek bármilyen filmben, akkor azt tudj megnézni. Tehát akkor a bulvár nem neked találták ki akkor sem már, hogy... Hát nem. Nekem sem egyébként ilyen szempontból tényleg csak, a, csak az egy karakter volt, aki teljesen megfogott meg a Natalia de egyébként nem, nem... Nem, nem, követtem én, sem, sőt, a mai napig nem követtem, úgyhogy ha így mondanak ilyeneket, hogy kikivel házasodott össze, és milyen gyerekük van, ez nem ami, ne, nem mi fogjuk ezeket megbeszélni a podcastben, úgy érzem. Kevesebben voltak akkor, úgymond, ezek a sztárok, vagy bármi, akkor még úgy, még azért mi is, aki kő alatt éltünk, azért ismertük őket. De most annyian vannak, hogy tényleg belefutok abba, hogy, hogy meglátom ezt az újságot, vagy bármelyik újságot, és tényleg olyan random emberek jelennek meg, akkor azt sem tudom, hogy eszik-e, vagy iszek, vagy volt mit csinált, hogy mit tett le az asztalra. Jó, de akkoriban nem voltál sztár, addig, amíg nem tettél le valamit az asztalra. Tehát addig akkor voltál sztár, hogyha ha zenész énekes voltál, ha színész voltál, ha legalább egy tévébemondó voltál, ha valami nagyon olyan sportoló voltál, aki, aki még beszélni is tudott, igen, mert igen, majd nem, nem tudtál csak azért, mert sportoló voltál, nem volt felületed, tehát nem az volt, hogy te most sportoló, és kicsit indítok egy saját izé, Insta csatornát, vagy, vagy TikTok csatornát, azt kezdve csak úgy lövöm a fotókat magammalról, mint, mint izé hogy ő itt focizik, meg ott focizik, és attól másztár, hanem ahhoz be kellett mondjuk tévériportok alatt, vagy el kellett vállaljon műsorokban tévében fellépéseket, vagy, vagy, megjelenéseket, hogy, és ott kellett tudjon beszélni ahhoz, hogy egyáltalán visszahívják, és az emberek értékelni tudják őt. Tehát nem tudott csak azért, mert ő mondjuk tényleg jó volt valamilyen sportban sztárrá válni egy könnyen, Másnak meg esélye nem volt. Tehát, hogy, hogy ez valamikor ott a 2000-es, tehát a, a 2000-es években kezdett el, legalábbis én akkor érzékeltem, hogy kezd el megváltozni a kereskedelmi csatornáknál, amikor elkezdtek kreálni celebeket. Tehát, hogy, hogy megjöttek a, a mindenféle ilyen tehetségkutató műsorok, meg a valóságsók, és más, másképp ment a tehetségkutatás, mint a még annó, ami volt a Ki mit tud, azt egy kicsikét más színvonalon csinálták, és utána nem csináltak belőle annyit, azt mindenki követte, mindenki tudta, tehát ott valamit elért valaki, és tényleg akik ott elértek általában jó dolgokat, azok utána nagyon sokáig ott maradtak a, a köztudatban. Valószínű azért is, mert mert rivalizálni próbáltak két kereskedelmi csatorna, tehát egymásra licitálni, és és elkezdték futószalagon gyártani a celebeket, és egyszerűen átfordult egy ilyenbe az egész világ, hogy amikor mert bárki tulajdonképpen celeb tud lenni, van ennek jó oldala is, tehát tudsz kvázi self-made man, vagy self-made woman lenni, tehát nem kell hozzá még csak egy, egy tévécsatorna se, hogy te befuss most már, és ismert legyél, és, és valaki legyél, és sok ember figyeljen rád. Az internet térnyerésével ez teljesen megváltozott egyértelműen. De nem kellett egyes semmit az asztalra hozzá most már. Tehát ez is, ez is, biztos, hogy enélkül is megy sajnos. Azokat, azokat, látom azt, hogy igazán, igazán nagyot mennek, aki tényleg azért mellé is tesz valamit. Tehát lehet azt mondani, hogy tényleg semmiből jött, ezért elkezdett YouTube csatornát indított magának, és akkor ottan osztotta az észt, de kellett csinálja, és évekig csinálta ahhoz, hogy felfigyeljenek rá, és adjanak a szavára. Teljesen egy mekkora állatságot mondott, vagy tehát, hogy nem, Hát, milliós nézettséget érzem, az, az igen. igen, azt tudja elérni, meg aki, aki láthatóan akar is fejlődni. Tehát aki változtat, aki igazodik egy picit. Vannak olyan, vannak olyan ö, mai napig ö, működő youtuberek is, akik azért felnőttek konkrétan az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben, így a YouTube égisze alatt, és egészen megváltozott a csatornájuk, de még mindig megy, még mindig fenn vannak az első videók is, és végig lehet követni gyakorlatilag egy, egy egész nagy változást, hogy, hogy mennyit, mennyit javult mondjuk minőségben, nem, nem feltétlen technikára gondolok, amit használ, hanem, hanem a ő maga a is. Igen, igen, a produkció, amit, amit, amit létrehoz. Persze olyan is van, aki, aki 14 évesen kezdte, és a mai napig a, a 10 évesek a célközönsége, és már eltelt 20 év. Tehát most azt már tudjuk, hogy egyikötök sem volt az a nagy rajongó, hogy úristen, úristen, és akkor széttépte. Bár itt még István tartozol nekünk, mert azt, az, hogy ki, mi, volt, mi volt az a két koncert, amin voltál, azt el kell majd mondanod. Az egyik el... az Akela volt, és még aláírást is kértem tőlük nem tartottam meg, nyugi, tehát hogy ne, azért annyira nem tartottam nagy becsben. Akkor minek kérte? Hogy úgy mindenki más is ott állt, akkor álltam én is, ott úgy se nem siettünk sehova. Egy azt hiszem, egy kazinak a, a borítója, valami, nem tudom, valami ilyesmit írtam alá, de nem tartottam olyan szinten becsbe, hogy akkor... Persze akar... ki az a hülye aki megtartja a kazettát, ne arra, úgyhogy, hát ez tényleg ez, ez... De a, a másik az itt pedig egy egy mobili koncert volt, Kolozsváron volt, és oda mentünk el. De hogy arra emlékeztek-e például, hogy mondjuk amikor gyermekek vagy fiatalok, és vagy fiatalok voltatok, akkor mondjuk, ha ti nem is, de mondjuk akár a környezetetek, vagy akár a, a világ, vagy a, 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 az embereknek volt-e ilyen, hogy bávány, rajongás, bármi. Tehát kik voltak azok, akik akkor nagyon felkapottak voltak, és... és, és még ha ti nem is rajongtatok értve, nem vettetek róla a tudomást, de akkoriban az, nagy, az volt a hype. Ensing és Backstreet Boys. Ennyi. <síthat> é, igen, igen, azt, azt, nagyon sokan... A lányok. Főleg mál. a, la... igen, főleg a lányok, de Britney spears is nagyon sokan imádták, emlékszem, hogy hogy az osztálytársaim próbálták a, a, táncait, meg a fiúknak is nyilván, tehát hogy hortak olyan akkor már volt én, hogy hordtak olyan csukát, vagy olyan karkötőt, vagy bármit, vagy úgy hordták a hajukat, olyan gyöngyök voltak befűzve a hajukba, mint a Spice Girls-nek. Meg... Le, hát, Leborotvált hát... fejjel, ja. mint Britney. Akkor már idősebb volt, az később volt, de lehet, hogy valaki azt is. Amikor én voltam általános iskolás, akkor ő is ilyen tizenéves volt. Tehát, hogy köztünk egy ilyen kb. tíz év van, valószínűleg annyi sincs, lehet, hogy csak nyolc. Úgyhogy nem sokkal volt idősebb nálunk, úgyhogy nagyjából belefért, hogy meg mit én ilyen, ilyen csíkok a hajba, egy, egy ilyen, ilyen, akkor még nem volt hajfesték, nem használtunk ilyeneket, hanem beletettek valami rózsaszín csíkot a szőke hajba, ilyen, ilyen kis plusz műanyagból felett csipeszelve, vagy vagy, vagy volt az a nagy mániájuk, hogy utánozták, amikor így ilyen fejkendőt tettek föl, azon nagyon ki voltak akadva a tanárok, erre emlékszem. Mindenki fejkendőket hordott, mint az asszonyok régen. <laughs> Ez igen, mert ezek a, volt. F, ezek a, fiú együtt, együtt, akkor behozták ezeket, igen. Ugye, és szám, ugye? igen, 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 igen. igen, igen és hát ott, is ott volt, már is volt egy ilyenfajta egy ilyen fajta bálványozás, igen. hogy azt a, azt a, divatot, vagy stílus lebajmoljuk, mert ugye ők ezzel menők, akkor én is az leszek, vagy az akarok lenni. Nyilván. Igen, ez már 2000-es évek eleje volt, igen. de akkor már kezdődött ez a dolog, hogy próbáltak brandet építeni, meg így a személyek, személyek által eladni a különböző ruha, nemüket, különböző mit tudom én, milyen fokrémet használ, meg, meg bármit csak, csak. Ja, hogy is akkor később meg rá is mondjuk nyomtatni mondjuk a dobozokra, vagy a, vagy a különböző csomagolásokra ezeknek az embereknek az arcképét. megveszed a, a frózenes fokrémet a, gyereknek, azért mert frózen van rajta 5000-re a drágában, vagy megveszed a simát. Nincsenek ilyen relikviáim, de biztos voltak ilyenek azért, még a 90-es években is. És sokszor volt, hogy a be, ugye belül volt mindig a poszter, hogy ki tud tépni, és akkor a belső oldalon dupla volt, tehát hogy egy nagy, és akkor a túloldalon volt egy-egy A4-es, A4 A4-es, akkor tényleg választanod kellett, hogy most mi legyen. Nem, nem vettem Bravo meg Popcorn magazin, soha láttam az osztálytársaknál, hogy nekik van, akkor, de hogy általában arra sem vettem a fáradtságot, hogy elkérjem, akár csak belenézzek. Tehát nem, nem tudtam rajongani, főleg az ilyen pop zenekarok akkor nekem nagyon messze voltak. Nem igazán jutottam hozzá a Hammer magazinhoz, mert az volt, ami, ami Izdével foglalkozott heavy Metal-lal, de nem jutottam, nem jutottam hozzá, meg lehet akkor se vettem volna meg, mondom, nem volt ilyen szintű, hallgattam ezeket a zenéket, és körülbelül nekem itt megállt ez a, ez a történet, de hogy ilyen rangon alul volna, meg ilyen, ilyen, lenézendő volt a, a mi szubkultúránkba a fiú zenekarokról, akár csak tudni. A szóval tehát, hogy... a titokban azért ott elmozsoltál el egy-egy könycsepet egy Enszín klip alatt, csak Ahá, nem és... szabadod beismerni. <laughs> nem, nem néztem enszink klipeket, de, de szívtuk, a, szívtuk a vérét a lányok, akik, akik viszont igen, tehát, hogy ezt már, őket, ezt már nem meg... mosod le magadról, ezt megmondtad, hogy csak nem ciki volt. Akkor soha nyomtál le egy Michael Jackson táncot a lakásban otthon. Nem, ne azt látod, azt sose prób próbáltam, tehát, hogy mindig irigyeltem, tehát azt, azt bevallom. Tehát azt, a moonwalk, moonwalking az, az, az minden pénzt megért, hogy az, az hihetetlen volt, amit tudott csinálni a csávó, de nem, nem vetemettem odáig, hogy azt úgy, úgy lepróbáljam. Vagy, ugye azért kibarani. a 90-es években ugye nálunk azért olyan sok külföldi, és most nem sorozatra gondolok, hanem ugye tévés, tévé műsorokra gondolt, nem nagyon volt, mint, tehát hogy nálunk igazából mi csak a magyarokból tudtunk meríteni, ugye akár mondjuk a, a szeszélyes évszakok, vagy a, vagy a műsorok, igen, hogy, hogy, akkor azok a, azok a tévés személyiségek akkor annyira nem voltak ezek szerint hatás, mondjuk, akár Antalimre bár ő nyilván hát, igen, mert ő egy ikon, Gál Gálvölgyi, Gál nagyon, megállapos. igen, na, igen. Tehát például heti akkor hát ő az... mégis... Hát igen, akár a heti kezdődött, az... amikor hát, még de lett az, az előtt is a Gálvölgyi show, meg ezek. Tehát ott az a gyurunk vaze? Na, hát akkor csak volt azért itt is, csak nyilván nem az az eszetlen báványozás, mondjuk, mint akár hát Amerikában. Nem próbáltunk úgy öltözni, mint Gálvölgyi, tehát azért ez nem volt meg bennünk. Vagy, hogy vagy olyan szemöldögöt vagy bármi. Igen. <laughs> de mondjuk azért, mondjuk az... azért olyan, olyan olyan viccesnek néha nem ártott volna lenni. Hát jó, de azt mindenkitől, tehát én azt, azt Bruce Willis-től is irigyeltem. Tehát én néztem a volt, nem tudom mely, melyik ötödnek, meg bármelyik meg megvan ez a simlis és a szende, ez volt a... A magyar címe, amikor még volt haja. Tehát arról lehet tudni, hogy, az, hogy ott még van Willisnek haja. És abban is végig ilyen nagyon poénkodós, nagyon vicces, nagyon laza volt. Na azt irigyeltem tőle, hogy mindig mindenre volt egy ilyen vicces benyögése. Ha, ha már ugye mondtad a jó barátokat, mint milliót, az is egy irigyelhető millió volt, mert azért azért jó volt, azért, hogy, azért tudtál volna lubickolni abban a... Élveztem volna, persze, magánnyomozó, szeretik a nők, van egy társ állandóan ott egymást, eszik, szívják egymás vérét, de közben még megis élnek belőle, és jó, hogy néha összeverik, de... Kicsit se vele, mindig... se nélküle kapcsolat, úgyhogy igen, abszolút, igen, tehát azért... Viszont te mondtad István, hogy a sportolók akkoriban, tehát hogy volt, mert ugye ma tudjuk, hogy ma azért ma a sportolóknak ugye a sztárolása, vagy egyenesen a majmolása az ugye nagyon nagy divat. Hogy akkoriban te esetleg tudtak olyan sportolót mondani, aki, aki, aki mondjuk, hát ha nem is ennyire, mint most, mert ennyire, mint most nyilván nem lehetett, de hogy vajon volt-e olyan, aki aki tényleg bálvány volt akár gyerekként, vagy tudtok-e valakit, vala, hallottatok-e róla? Maradóna, tehát hogy az, az, azért tudom, hogy akkoriban is. Én nem fociztam, meg nem voltam soha foci rajongó, de, de az, akik a fiúk, akik szereték a sportot, azért volt. Tehát Pelé addig azt hiszem, ő már nem, nem praktizált. Igen, a 90-es éve Maradona sem nagyon praktizált. Már addigra már, már kint lehet. Veszik. Tehát, hogy azért én távol tartottam, tehát én nem, nem voltam soha ilyen sportos alkat, de hogy ez, ez, ez tudom, hogy volt tényleg egy-két focista, meg egy-két uh, kosaras, mint a Michael Jordan, tehát hogy ez a... Aha, na igen, nagyon jó, Michael Jordan, na, ő példa azért szerintem mindenkinek volt egy kicsit, ha más, nem azért, hogy egy Chicago bulls pólom legyen, tehát... Én pont másra gondoltam, mást irigyeltem tőle, de hogy igen... De... Szegény focisták akkoriban milyen nehéz volt nekik, azért nem éltek meg a nevükből ilyen könnyen. Ja, a nagyok megéltek akkor is, csak nem voltak tényleg. Nem az, hogy mindenhonnan ez folyt. Hát most mondjuk nem kérdezik. hiszem, hogy lett volna Beckham parfüm, a, a, mondjuk Beckham, az, akkor már volt, de hát mondjuk akkor, volt, akkor Tehát mondjuk Rudi Völler parfüm nem volt. Vagy minden. mondjuk uh, uh, Cantona trikó, tehát hogy ezek azért nem nagyon voltak. Összességében erre nem, ez nem volt jellemző, de most már. <laughs> most már kihasználják Valószínű ezt. Valószínűleg Van Goggal sem meg Da Vinci-vel se lehetett túl sok mindent. T -t -t -t, Bezzeg sok ma. Mer Merchandise-ot eladni ahhoz képest ma minden van belőlük. Így tehát, van. Hogy... Tehát, hogy ez, ezt felfedezték, hogy ez működik, és, és láss csodát. Tehát akkor a korra változott azért ez a dolog. Teljesen. Ugye most már el eladni akarnak mindent, akkor már ez nem feltétlenül volt. Sőt, azért akarsz, azért akarsz influencer lenni, hogy eladj. Tehát nem azért, mert úgy érzed, hogy gondolataid vannak, és, és meg akarod váltani a világot, meg akarod változtatni a világot, nem, te már azért indulsz el ezen az influencerkedésen, mert fel akarod építeni magadat, mint egy influencer, és hogy most ebből pénzt meg fog élni tulajdonképpen. Tehát megélhetési influencerkedés megy szerintem sokkal inkább, mint, mint, ideológiai influencerkedés. Tehát a mostani, akik most indulnak, sokkal inkább csak a pénzért, tehát az van előttük, hogy hogy lesz ebből biznisz. Más világ volt. Tehát azért azért 30 év, az nagyon nagy idő. Most már ami a mai világban. Valószínű, ha most 1920-ban lennénk, és hasonlítanánk 1890-hez, nem látnánk ekkora nagy különbséget, most szerintem felgyorsult egy kicsit a történet. Meg nem, nem ennyi országból, tehát most már fölmész a és bármelyik ország bármelyik idolját, és influencerét, és hírességét választhatod, akit követsz, és akire felnéznél akkoriban ez nem volt. Azt, vá... azt kaptad, ami az újságban volt, hogy a tévében. Nem volt választási lehetőséget, hogy te most koreai énekest akarsz ö, favorizálni, vagy egy amerikai színészt. Pedig most nagyon-nagyon sok lehetőség áll mindenki előtt. Igen. És nem szörnyű a mai világban, mikor mindenki azt mondja, hogy egyé légy egyéniség, és mindenki arról papol, hogy találd meg a saját hangodat, meg hogy legyél egyéniség, és mostan a legnagyobb divatja annak, hogy majmolunk másokat. Ami arról szól, hogy megmondják nekem, mit szeresek, megmondják nekem, hogy nézzek ki, megmondják nekem, mit gondoljak. milyen egyéniség vagyok, hogy én keresem a, az influencer Brian eken? is megmondta, hogy ti mind egyéniségek vagytok. Én nem! <laughs> Mert akkor a retrozabálók mostani részét zárjuk, és a nyolcadik részben egy kicsit kockulni fogunk, úgyhogy majd tartsatok akkor is velünk. Farkas Katalin Mila, Mogyorosi István és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a hiba üzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.